Szeretettel köszöntjük a Hatos csatorna televízió nézőit, és nagyon sok szeretettel köszöntöm Schweitzer Gábort és Szigeti Jenő tanárurakat. Schweitzer József országos főrabbira emlékezünk, hiszen nem olyan régen, január végén volt egy emlékkonferencia a Tudományos Akadémia épületében, és ott határozódott el, hogy a mai alkalmat Schweitzer József főrabbi, néhai főrabbira emlékezésben töltjük el. Gábor, te, mint Schweitzer Józsi bácsi fia, hogyan láttad az ő rabbiságát? Hogyan látszódott meg, hiszen egy gyerek az mindig nehezebben veszi észre azt, amit már mindenki más lát és érzékel. Szóval, hogy láttad őt, mint rabbit? Nyilvánvaló, hogy valóban más lehetett számomra a perspektíva, de azt hiszem, hogy egy jóval természetesebb perspektíva lehetett, hiszen rabbi családban nőttem fel. Számomra természetes volt, hogy édesapám rabinikus funkciókat végez el, hétközben és hétvégén, ünnepnap és nem ünnepnap. Tehát ez számomra, illetve számunkra, édesanyám és nővérem számára is egy teljesen természetes jelenség volt, és az volt számomra talán a legfontosabb, hogy ezzel együtt sohasem érzékeltem azt, hogy édesapám noha magára öltötte a reverendát, és felállt a szószékre prédikálni egy péntekesti istentiszteleten vagy egy ünnepi alkalommal. Nem választódott ketté bennem, hogy ő most a rabbi, nem, ő az édesapám, aki rabbi. Aki rabbi. Úgy gondolom, hogy Schweitzer József hatása jóval túlnyúlt a zsidóságon. Ő nekünk keresztények számára is nagyon sokat tudott mondani, nagyon sok útmutatással rendelkezett, és az az ember volt, akinek mindig volt ilyen tanító, jó szava, gondolata, még a kereszténység felé is, vagy akár a nem vallásos világ felé is. Szóval őt nem tudta bezárni a zsinagóga, vagy a zsidó identitás, hanem ő túl tudott ezen jutni. Hogy igen, látod? Nagy betűvel ember volt. Én nagyon sok okos embert ismertem, az egyik okos ember ugye éppen édesapád volt, és ezen túl én azt hiszem, hogy ha visszagondolok rá, akkor mindig az a etikai gerinc, csak így tudom mondani, ami benne volt. Az a végtelen tolerancia, ugyanakkor végtelen elfűség az elvekhez, az alapokhoz. Ez az, ami megragadott. Tudnélik, olyan emberrel, akinek nincsen etikai gerince, hogy így mondjam. Lehet, hogy nagyon sokat tud, lehet, hogy nagyon sikeres ember, lehet, hogy irtó nagy karriert befut, mindent el lehet róla mondani. De valahogy nem ember igazán. Az embert emberi ezt teszi. És ha Schweitzer Józsefre gondolok, akkor a Schweitzer József az ember, de csupa nagybetűvel írva, így gondolok rá. És hogyha végignézem a többi keresztény egyházat, ugye van egy csomó ember, aki körülötte volt, és a baráti körébe tartozik. Akkor élete végén volt ez az ostoba támadás ellene. Hát én tudom azt, hogy mindenki egyből fellázadt, a legjámborabb ember is fellázadt, hogy hogy lehet ilyet csinálni, hiszen ez egy ember, nagybetűvel írva ember. Ezért tudott a baráti körébe sokféle vallású embert, és ez egy óriási nagy dolog. És azt hiszem, hogy hát ugye én öreg ember vagyok, és ezért a fiatalokról nehezen mondok bármit, és te valahogy nem csak rabbiba, lelkészbe is kellene több okos, de nagyon kellene több nagybetűvel írt ember. Mert valahol ez hiányzik lett. Valahol ezt az emberséget nem éljük meg. Talán az ő élete, hogy amin ő átment, a tapasztalatai, azok tették ezzé. És én nagyon örülök, amit mondtál, hogy a reverendába, a szószéken, mondjuk egy péntek estén és otthon is, ő ugyanaz volt. De ugyanaz volt, én utaztam vele többször vonaton például. A vonaton is ugyanaz volt. Amikor felállt, az ugyanaz volt. És akkor mindig felcsillant a bámulatos tudása. Hogy tudom én, nem csak az, hogy a
Bibliát egyből, illetve hát a Tanahot mondjuk így egyből, fejből akárhol idézte, és rögtön tudott hozzá kommentárt mondani, rögtön elmondta a ilyen-olyan hagyományt, és hogyha valamit én tudtam és el tudtam mondani, akkor nagyon örült neki, és nagyon beépítette. Tehát állandóan ez ebben a szellemi légkörbe élni emberként, ez volt Schweitzer Józsefnek az óriási szerepe. Úgy gondolom, hogy az az időszak, amiben ő a rabbi képző intézetet vezette, hiszen valamikor én a 81-es esztendőkben, tehát 80-as évek elején, 81-82-ben találkoztam legelőször vele, és akkor került föl közelmúltban Pécsről. És ahogy ő szép lassan átvette a rabbi képző intézetnek a vezetését, irányítását, azért az egy nehéz időszak volt. Tehát mondhatjuk azt, hogy a szocialista időszaknak a vége, de ettől függetlenül a rabbi képző intézet már kezdett tágulni. És egy nagy előd után, ne felejtsük el. Hát egy óriási előd után, ugye? Igen, édesapám valóban egy nehéz időszakban vette át a rabbi képző intézet vezetését. Sejber Sándor után, igen. Igen, Sejber Sándor professzor, a rabbi képző intézet igazgatója 1985 elején hunyt el, elég fiatalon, 72 éves korában, és egy rövid időszakon keresztül Salgó László vezette a rabbi képző intézetet, de sajnos 1985 nyarán ő is elhunyt, és édesapám, aki akkor már több mint két évtized óta a rabbi képző intézetben oktatott, akkor kapott igazgatói kinevezést. És hát valóban, ahogy említetted is, ez a szocializmus időszaka volt, a végét még nem nagyon lehetett látni, érzékelni, hogy néhány éven belül be fog következni a rendszerváltás. Úgyhogy még akkor valóban az állami egyházügyi hivatal valamennyi egyházat érintő gondnoksággal, idézőjelek közötti gondnoksággal, felügyelete közepette lehetett csak folytatni a rabbi képzőintézet működését is, de a rendszerváltás időszakában a lehetőségek kétségkívül szélesedtek a lelkiismereti és vallásszabadság valóban garantálásának, vagy garantálásának az időszakása. Én azt hiszem, hogy ma azt tudjuk mondani, hogy az idős rabbikat kivéve nincs olyan rabbi Magyarországon, aki ne az ő kezei közül került volna ki. Most nyilván a neológ rabbikról beszélünk, mert hosszú évtizedeken keresztül ő végezte oktatói és nevelői munkásságát, és valahol ez a mai rabbinitátuson, a gondolkodáson mindenféleképpen ott vannak a új lenyomatai. Valóban úgy gondolom, hogy itt most magam előtt felsorolom a jelenleg Magyarországon működő neológ haladó áramlathoz tartozó rabbikat. Legtöbbjük tanítványa volt édesapámnak. Édesapám az ezredfordulót követően már közvetlenül az oktatásban nem vett részt, de örömmel látom, hogy legkiválóbb tanítványai, például dr. Verő Tamás Budán, vagy Radnóti Zoltán szintén egy budai zsinagógában, azt hiszem, hogy az ő tanításai nyomán építik a hitközséget és vezetik a közösséget. Gábor, hadd kérdezzek egy személyes dolgot. Schweitzer József nem szerette volna Schweitzer Gábort egy rabbi székben látni? Hogy valósult ez meg? Nyilván egyengedte az utakat, de aztán te mégis egy más úton mentél tovább. Az is lehet, hogy Isten téged egy más útra hívott. Ez azt hiszem, hogy odahaza sohasem merült fel, hogy kövessem édesapámat a rabbi pályán. Ez azt hiszem, hogy egy nagyon helyes döntése lehetett édesapámnak. Nem nyomta. Érdekes módon a szüleim egy időben azt szerették volna, ha az orvostudományi pályára lépek, de ez nem éreztem én kellő affinitást és elkötelezettséget. És ezért lettél jogász. Jogász, amit utólag úgy ideologizáltam, hogy
boldogult apai nagyapám, akit nem ismerhettem, 1944-ben Auschwitzba deportálták, ő jogász volt. És akkor konstruáltam egy kis legendáriumot, hogy nálunk a rabbi pálya nagyapáról unokára száll, hiszen édesapám anyai nagyapja Hoffer Ármin Veszprémben, majd Budapesten volt főrabbi, és hát az én egyik nagyapám, édesapám, édesapja, ő jogász volt, hát akkor így. Ez is unokáról száll át, és akkor majd... Hát majd a fiaim eldöntik, majd a fiaid eldöntik, hogy ezt rövid távon megvalósítják. Folytatni, vagy új hagyományt teremtenek. Tehát semmiféle ez irányú késztetés, oda-haza nem ért. Bár idősebb fejjel elgondolkodtam, hogy talán érdemes lett volna rabbi pályára lépni. Én úgy gondolom, hogy a rabbi az tanító. A tanítást te se húztad meg az életedbe, ez így van, de nagyon, nagyon szívemből beszélsz, én is lelkész gyerek vagyok, és apám sosem mondta, hogy legyél lelkész, sőt, ez közismert, hogy én nem is akartam lelkész lenni soha. Aztán az Isten úgy egyengedt az utamat, hogy mégis az lettem, és persze nem bántam meg, csak Istennek az útjai azok kifürkészhetetlenek. De én mindenre magyar történelmi szakos tanár akartam lenni, de hát ugye 55-ben érettségizőn, akkor nem lehetett egy lelkész gyereket fölvenni bölcsészkarra. Hát ez olyan lehetetlen volt, mint hogy a piramista hegyire állítani, körülbelül ekkora volt. És Isten mégis úgy vezette az utamat, hogy én most nem lennék az ELTÉ-n címzetes egyetemi tanár, meg Miskolcon emeritus professzor bölcsészkaron, hogyha fölvettek volna. Szóval az Istennek vannak ilyen útjai, amit az ember nem tud kifürkészni. És még édesapádhoz annyit, hogy ha ő otthon inspirált volna arra, hogy légy rabbi, mert ez a fiú, hát, hogy rabbinak kell lenni, mert folytatni kell, az nem a Schweitzer József lett volna. Az ő toleráns gondolkodási módjában ez nem illett bele. Szóval ez akkor egy más lenne. Én ezt el nem tudtam volna képzelni, hogy ilyet csinál ő. Ezt alá tudom támasztani, valóban nem volt odahaza se a nővérem, se az irányomba semmiféle olyasfajta késztetés, hogy akár a hétköznapi életben, akár a pályaválasztást illetően erőteljesebben próbáltak volna bennünket befolyásolni. Nyilvánvalóan, hogy mindent megtettek szüleink, és édesanyám nagy napig is mindent megtesz annak érdekében, hogy a család belső kohéziója és belső szabadsága megmaradjon. Mintákat mutattak, de fenntartották számunkra a választás lehetőségét. A szabad választás lehetőségét. Hit a szabad döntésből jön mindig. És én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt hasonlóan tovább tudjuk adni, és meg tudjuk valósítani saját családjainkban, és fiaink családjában, és fiaink fiainknál, ahogy mondja a Tóra. Így van, és hogy ez nemzedékről nemzedékre tovább tudjuk adni. Én Schweitzer József képe nekem úgy dereng át évtizedek távlatából, hogy ott ülök a rabbi képző intézetnek az ebédlő asztala mellett, gondolkodom, és akkor velem szembe leül Józsi bácsi, hát még akkor fiatalos lendületével, és azt mondja, hogy na, min gondolkodik a mi kis teológusunk? Tudta azt, hogy én keresztény vagyok, és valóban, mintha belém látott volna, egy teológiai kérdésen gondolkoztam, és akkor elkezdett a párbeszéd folyni, és abban a pillanatban ő rabbivá vált, és a rabbinisztikus hagyományt elmondta ezzel kapcsolatosan, és szóval fantasztikus, ez az élmény, ez kitörölhetetlenül ott lappang bennem, és felejthetetlenül ott lappang bennem. Én azt hiszem, hogy ezt édesapám a pécsi időszakból hozta fel a fővárosba magával, hiszen ott is kezdetben fiatal rabbiként, majd aztán már kicsit érettebb fővel is, nagyon könnyedén és harmonikusan megtalálta a közös nevezőt a társegyházak
képviselivel, hiszen a közös nevezőt a héber szentírás, illetve hát az Ószövetség más megközelítésből az Ószövetség jelenti, adja magától, és ahol megvan a szándék és a hajlandóság, és ahogy láttam és tapasztaltam Pécset, ez irányban megvolt a hajlandóság, így könnyű volt a közös nyelvet és a közös nevezőt megtalálni egymás kölcsönös tisztelete mellett. Talán a tolerancián túl a tisztelet is megnyilvánult ezekben a diskurzusokban, teológiai és talán azon túlmutató baráti diskurzusokban. Soha nem akart meggyőzni, ő soha nem az a harcos, zsidó gondolkodású forradalmár volt, hanem az a bölcs gondolkodású, aki rámutat a gyökerekre, és ezért volt óriási hatása, és ezért tudott, amerre belépett, mindenhol fényt és sugarat tudott vinni a hatalmas tudásával. Nekem egyszer mondta, hogy ő tanházban nevelkedett föl, és akkor ennek a tanháznak mondta a szokásait, hogy milyen volt, és milyen sok tanház volt az ő fiatalságában, és hogy ez mennyire meghatározta az ő zsidó identitását, az írásokhoz való affinitását. Én még Pécsen ismertem meg, itt nagyon érdekes, hogy kellett egy adat, és ez egy jesivához, tehát egy tanházhoz vezető adat volt, és az egyik katolikus kollega mondta azt, hogy hát itt a Schwerzer Józsi, menj el hozzá. És rögtön barátságot kötött, és elmondta, hogy adventista vagyok, stb. Ó, azt mondja, hát akkor ti is ugye úgy eztek, stb. A közös szokásainkat, ószövetségi szokásainkat rögtön tudott mindent. Nagyon nagyszerű felvilágosítást adott, és nem csak adatokat adott, hanem rögtön elmondta, hogy az hogy is volt ott. Olyan ember, mint aki átélte ugyanezt. És ez rögtön barátságába fogadott, és amikor Pestre került, akkor utána rengeteg alkalomkor mindig emlegettük ezt az első találkozást. Valóban úgy volt, hogy egy teljesen nyitott ember volt, ezt mindenki tudta Pécsen. Mondom, egy katolikus kollega mondta, hogy ja, hát ebben menjél a Schwerzer Józsihoz. Az iménti beszélgetés során elhangzott a tanház. Hát édesapámnak abban a kivételes helyzetben volt, édesapámnak az a kivételes helyzet jutott osztály részül, hogy a tanház az ő nagyapjának a tanházát jelentette, Hofer Armin Veszprémi főrabbi tanházát jelentette. Ott nevelődött édesapám, miután egy éves korában édesanyját elvesztette, a család úgy döntött, hogy édesapja és az anyai nagyszülők fogják édesapám nevelését kezükbe venni, és hát így a nagyapai egyszemélyes tanházban szocializálódott és köteleződött el már igen korán a zsidó tudományok, tanulmányok. Ami viszont hát egy nagyon magas színvonalú tanház volt, az is mondjuk hozzá. Az országban az egyik legmagasabb színvonalú tanház volt. El kell mondjuk, hogy ebben az időben több száz tanház, több száz jesíva volt Magyarországon, ugye? Hát nagyon sok jesíva, azok természetesen ortodox jesívák voltak. Édesapám nagyapja, ő már neológ, tehát haladó hitközség rabbiaként tevékenykedett, bár ifjú korában úgy tudom, hogy gyöngyösi születésű volt, hogy járt ő is jesivába, de utána világi oktatási intézményekben, a rabbi képzőintézetben és a pesti bölcsészettudományi karon párhuzamosan folytatott tanulmányokat, tehát ő már a tradíció és a modernitás között mozgott. Ez azért jellemzi a zsidóságot, a rabbi gondolkodást, hogy nem csupán a rabbi végzettséget szerzem meg, hanem párhuzamosan egy világi egyetemen, egy világi szakmát, ami esetleg közelebb hozza a biblikus gondolkodást, egy művészettörténet, egy történeti szak, vagy egy keleti tanszéket végezi szak. Ez azért a zsidó rabbi gondolkodásnak a mélyén van, ugye? Én azt hiszem, hogy ez elsősorban a modernizációval függ össze, és amikor a Budapesti Rabbi Képzőintézetet megalapították, a 19. század utolsó harmadában, akkor annyira
komoly elvárásként fogalmazódott meg a világi stúdiumok elvégzése, hogy ha pontosan idézem fel, addig valakit nem is avathattak fel rabbivá a rabbi képzőintézetben, amíg nem abszolválta az egyetemi tanulmányait. A világi egyetemi tanulmányok. Jellemzően a bölcsész disziplinák valamelyikét végezték el, bár akadt a rabbik között kivételesen jogász is. De azért azt hiszem, hogy ez mindenféleképpen jó volt. Tehát ez mindenféleképpen azt jelentette, hogy azért onnantól fogva kiváló rabbik sorát, óriási nevezetes rabbik sorát adta a magyarországi zsidóságnak a rabbi képző. Ez pontosan így van, és édesapám elbeszéléseiből is tudom, hogy ő abban az időszakban került be a rabbi képző intézetbe, 1940-ben érettségizett, tehát ezt követő esztendőkről van szó, amikor még a nagy generáció tagjai közül Hevesi Simon, Gutmann Mihály, Heller Bernát, ők még oktattak. Blau már később. Néhány évvel korábban, a 30-as évek közepén elhunyt. Igen. Tehát ő már édesapám nem hallgathatta a rabbi képzőintézetben. De hát már a fiatalabb generációk közül, Löwiger Sámuel, majd egy néhány évvel teltével Sejber Sándor, Hán István is átmenet, Hán István rövid ideig tanított a rabbi képzőintézetben, de a fiatal rabbi növendékekre, ahogy ezt édesapám elmesélte, óriási hatást gyakoroltak. Mind az idősek, mind pedig a fiatalabbak. Ez a otthonról hozott rabbinikus műveltség, ez nagyon-nagyon fontos, hogy a másik oldalat mondjuk. Most én úgy látom kívülről, hogy a legnagyobb probléma az, hogy leérettségizik valaki nagyszerű koponya, és a rabbi képzőkbe kell megtanulni a nyelvet, az alapokat. Tehát Ádámtól, Évától kell kezdeni. Nagyon olyan kevés ifjú leendő rabbi van, aki ezt hozza otthonról. Ezt a törést pótolni, ez egy nagyon-nagyon fontos. Ne felejtsük el, hogy bizonyára a holokauszt is alapvetően természetesen egy óriási vágás volt, és azok a hithű zsidó családok meghaltak. A holokauszról ugye most már 75 év távlatából mindig borzalommal emlékezünk, de a holokauszt utáni időről nem szoktunk emlékezni, szóval visszajön a holokauszról egy nemzedék, és egy csomó ember tagadja azt, hogy ő zsidó. Tehát ez a Tösúva, ami utána bekövetkezik, a rendszer, ez a megtérés, ami bekövetkezik a rendszerváltozás után, ez nagyon fontos, de ott van egy ez az apáról fiúra származó hagyomány valahol megtört, és ez egy nagyon nehéz dolog. Nyilvánvalóan, hogy ebben közre játszott a holokauszt utáni szekularizációs folyamatok, bár a szekularizáció zsidó tekintetben már a 20. század elején is problémákat vetett fel. Azt hiszem, hogy valamennyi egyháznak ekkoriban szintén kellett a szekularizációs kihívásokkal szembesülnie. Zsidóság is sajnos úgy működik, mint az egyházak ebben. Mármint a szekularizáció vonatkozásában. Nyilvánvalóan a mainstream trendek alól nagyon nehéz kivonni magát, pláne egy polgárosodó társadalomban élő vallási közösség tagjainak. Valószínűnek tartom, hogy a rendszerváltást követően, mikor zsidó reneszánszról beszélnek, vagy beszélt egy időben a média 80-as évek végén, 90-es évek elején, kétségkívül volt egy fellendülés, ami talán a sebek egy részét behegeztette, de van, amit nem tud a zsidó reneszánsz úgy tűnik pótolni, a demográfiai helyzetet. Ami azt hiszem, hogy Magyarországon a zsidó közösségen belül áramlattól függetlenül eléggé kétségbeejtő, különösen vidéken. Tehát így nagyon nehéz valóban nemzedékről nemzedékre áthagyományozni azt, ami a zsidó tradíciónak a legelemibb része, és amiben mondjuk a mi családunknak szerencséje volt, hogy nálunk. Zárszóként hadd mondjuk azt, hogy Schweitzer József országos főrabbi szinte az utolsó fél évet vagy háromnegyed évet kivéve ő hihetetlenül aktív volt, ott volt minden nagyobb ünnepségen, részt vett nagy ünnepeken, hallatta a hangját
a zsidósággal kapcsolatos helyzetekben, ha már nem tudott ott lenni, akkor levelet írt, szóval nem egy visszavonult, bocsánat, remete életet élt, aki csak közvetlen családjának a szeretetét élvezte, hanem ő soha nem szűnt meg igazából rabbiként gondolkodni, és élete utolsó pillanatáig főrabbiként élni. Ez azt hiszem, hogy valóban így volt, és talán a sors kegyelme édesapám irányában úgy nyilvánult meg, hogy egyetlen egy havi betegeskedés után hunyt el, de még betegágyáról is levelet intézett a közösséghez. Azokban a közügyekben, amelyekre az imént hivatkoztál. 90 évesen meghívtuk, és teljes szellemi frissességgel beszélgettünk itt hármasban. Őrizzük meg emlékét, és Schweitzer József országos főrabbira emlékeztünk. Önök a Vallás és Kultúra című műsorunkat látták. Elköszönünk Önöktől, kedves nézőink. Isten áldja Önöket. Viszontlátásra! Thank you.